Money, money, money. Must be funny. Pip, pip, pip. Halló, tessék, bútorvevő szolgálat. Nem hittem volna, hogy eljut idáig. Edina, vevőszolgálati ügyintéző beszélek. Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy vettem én egy... Tájékoztatom, hogy a vevőszolgálatunkra érkező valamennyi hívást rögzítjük. És mikor fogják leadni, mert... Mert akkor küldeném anyósomnak névnapjára... Máté Pétertől az elmegyeket bajára. Csak ha utólag vitás kérdés lenne, azért rögzítjük. Ma a vita az lesz, ne aggódjon. Miben segíthetek? Na, hát érdeklődni szeretnék, hogy vettünk mi önöktől egy Björnby Klippen almakanapét, amit most házhoz szállítottak, de valami félreértés történt, mert itt a katalógusban áll, ugye, hogy 180x200x45 cm ez a ágy, és hoztak helyette egy papírdobozt, ugye, ami nem kanapé. Most akkor kérdem én, hol aludjunk, a fogason? Kibontotta a csomagot? Á, nem mertem. Múltkor is vettem egy Björnby sarokülőt, háromszor raktam össze. Egyszer könyvespolc lett belőle. Egyszer dohányzó asztal. Egyszer meg padlószőnyeg. Én nem kockáztatok. Tájékoztatom, hogy cégünk a forgalmazott termékeket lapra szerelt állapotban szállítja ügyfelei számára. Azok összeszereléséről a tájékoztatót megtalálja a csomag belsejébe. Kérem, bontsa ki a csomagolást. Hát jól van, de ha még sincs benne ágy, meghalsz te is. Sikerült eltávolítani a csomagolást? Na, fejjel vágtam a mobilommal. Jé, egy zacskó zizi. Berendesek maguk, ajándék Mikulásra. De szaríza van. Azok voltak a páramentesítő golyócskák. Nájlontasakban. Keresse meg a csomagban az összeszerelési útmutató feliratú füzetet. Mi van ráírva? Lehet, hogy csodálkozni fog. Szerelési útmutató. Magyarul? Igen. Ja, és amellett németül, angolul, svédül, románul, szlovákul és dánul is. Miért a dánok tudnak magyarul? Alig néhányan. Hát akkor meg minek nekik ilyen magyar nyelvű izé? Most ebben ne menjünk bele, jó? Jó, csak gondoltam, megkérdem. Na, megtalálta a füzetet? Meg? Mi van ráírva? Óta tuntú isé. Ez biztos dán. Fordítsa meg a füzetet. Most mi van ráírva? Szerelési út. Vazze, tudok dánul. A csomagban talál egy nájlon zacskót, amiben szerszámok és csavarok vannak. Mi van ráírva? Semmi. Megvan. Itt volt az indiai kisfiú mellett. Nyilván benne maradt a gyárban. Látja, gyerekjáték lesz összeszerelni. Egy indiai kisgyerek gyártja. Egy nem túl világos pincében. Jó, jó. Csomagolja ki az összes alkatrészt, és helyezze el azokat egymás mellett, sorszám szerint. Ó, egymásra nem rakhatnám őket, mert ahogy így elnézem, szükségem lesz a ház előtti kamionparkolóra is. Értem. Ki csomagolt? Igen, kezdhetjük. Már nekem gyanús ez a komplet fatörzs. Mert ön egy negyedkész Björnby Klippen almakanapét vásárolt, amihez meg kell venni a Krisztián Esztergapadot is, ahol az egyes részeket úgy kiesztergálhatja. Hát
Hát ez nem is volt ráírva. A számla túloldalán 4-es betűtípussal megtalálhatja a tájékoztatót. Hopp, 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 itt talál egy mókus! Ez a fatörzsbe lakott. Igen, tudjuk. Ez széria felszerelés. Emelje ki a 4-es jelű lapátot, és üsse vele agyon. Hát én nem ölök meg egy ilyen ártatlan kis állatot. Akkor csavarozza a fatörzset a másik két rönghöz, az imbusz kulcssal, hát ha sikerül. A mókusnak biztos tetszeni fog. Hey! Átment a csavar a tenyeremen. Igen, már is oda lapozok. Ne. Akkor vegye ki az Alfred Nobel nyomókötést, és helyezze a sebre. Ha megvan, vegye elő a 4-es jelű matracot. Várjon, mert ez egy kicsit nekem gyors. Mondom, vegye elő a 4-es jelű matracot. Ebben nincs ilyen. Biztos? Tuti. Akkor kapcsolom a stockholmi központot. Ez sajnos már meghaladja a mi hatáskörünket. Heisen, what can help? Ön a magyar nyelvű menüt választotta. Úgy látszik, cikk, vissza kapcsolták. Mondtam, hogy beszélek dánul. Gratulálok. Na jó, de közben akadozott a vonal. Elnézés, de az nem a vonal volt. Én nem működök tökéletesen. Még csak 3 napja szereltek össze. Itt van például egy hosszú dolog, aminek a végén 5 nyúlvány van. Ön szerint ezt hova kéne tenni a testemen? Kurt Vonnegut, ha így kell egyáltalán mondani a nevét, egyszer azt mondta, hogy nincs rá bizonyíték, hogy az élet komoly dolog volna. Én is így látom, persze a végén a poén az lehet, hogy nem lesz annyira vicces. A Magyar Rádió, konkrétan az MR1 országjárás sorozatában a Rádió Kabaré több helyszínen is megmutatta valós élő arcát. Ez az egyik helyszín volt Eger városa. Az egri Rádió Kabaréban rögzítettük azt a jelenetet, amely most következik, előadja Vida Péter és Hatházi László, írta Litkai Gerge és az előbb említett úr, aki én vagyok, a címe Egri nők titkos élete. Szervusz, Marikán! Szervusz, Irma, te! Figyelj már, milyen a sminkem! Kicsit sok a korom a szemed alatt! Maradj már most az ilyen rambolsadivat! Korán kezdtek megint lőni a törökök! Hát biztos török idő szerint támadnak! Egy szerencsénk van, hogy délután van ilyen csendes pihenőjük! Akkor is vonnyit az az ember a toromba. Biztos lehagyta a kulcsot. Hát ennyiszer naponta. Ha vagy sík, hülye vagy iszik. Mindig ugyanazt a nótát fújja. Né, még a süket balog is több dalt ismer. Hát most itt élő fellépésen a Tinódi félnótás se beszél. De jó. A sztárplegykák, áj! Tényleg tudtam meg, hogy a Dobó Katica szakított az Endi Vajnával. Hát aztán mit csinálsz most a sáhák, Marikám? Hát szurkot fejezek be télire. Aztán mit teszel vele? Ó, üvegszilánkot, csípes paprikát. Megkóstolod? Jaj, petróleum van a számba. Az minek? Ha betörne a török a várba, magam elé kapok egy fákját, az tüzet fújok a kifibe. Én mondjuk megértem magam velük. Most cseréltem egy félszemű törökkel 2 üveg szurkot bőrgyekire, ne? Félszemű? Félszemű. Milyen az, hogy félszemű, Marikám? Hogy csak így a... Itt így a közepéig van neki valami az üregébe, a jó ronda le. Jaj, nem. Van egy teljes szeme, ami fél. Érted, nem? Nézed, de milyen jó pofa Jackit hozott. Jumappa! Ez csirkebőr, néha pihés. Hogy rohadjon? Na csak kerüljön elém, kikaparom a maradék fél szemét. Sose találod meg. Annyian vannak ezek a törökök, mint az oroszok. Te Irma, nézzem ezt a sok sátrat itt a vár alatt. Tiszta kemping.
Én nem tudom, de úgy vágyok már én is valahova. Csak egy hét Horvátba, vagy mit tudom én. Mindig ez az ostrom. Már le se jön a kezemről a szurok. Nem bírok elmenni egy rendes helyre, mert meg nem állok egész nap. Nekem azt ígérte az uram, rendben rakhatjuk a várat, azt elmenjünk valahova. Jött az a golyó, pont elébe kapta. Csak a csuklója maradt. 140%-os rokkant lett. Abból mind nem ugrálhatunk. Amúgy most hon van az ured? Ki van állítva őrségbe. Azt mondta dobó, minden dolgos kézre szükség. Az utolsó emberig küzdeni fogunk. Én nem politizálok. A hugommal nyitottunk egy gyroszbüfét a Meccsei bástyánál. Hallod? 4 méter magasan van a pult, de hát úgyis van a vendégeknél létfrausztus. Úgy higgyed el, ebéd időben szó szerint ostrom állapot van. Nincs gond velük. Mondjuk egyszer volt egy adószedő robavásárláson, de a húgom kiszúrta, mert disznógiroszt kért nagyfröccsel. Furcsák ezek a törökök. Ezek a derlisek is hamar megéhezhetnek, egész nap csak pörögnek, mint a bádog lavór. Nem csodálom, hogy eljöttek otthonról. Otthon hagyhatták volna a félnotásokat. Igaz, hogy mindeniknek lófarka van. Igaz. De nem ott. Nekem elhiheted. Jaj, szegény törökök, jönnek itt felfele, mint pók a falon, és meghullanak alá, mint a nyeletlen balta. Nehéz szakma ez. Nem lennék törökök? Inkább a helyükbe elhelyezkednék mezőgazdaságban. Mondjuk az első 300 töröknél még nem gondoltuk, hogy baj van. Azt hittük, fugázzák a bástyát. De aztán a dobónak gyanús lett, hogy nem beszélik a magyar, meg hogy görbevassa legyenes követ. Szednék a körtét, mert az meg ott rohadt meg a fán. Az idén sem lesz pálinka. Hát ki mer kimenni közéjük, hogy összekapkodj a kötényébe? Én ma is voltam. Na! Hát kimentem a telekre. Ezek meg ott álltak 4 ágyúval a búzába. Mondom neki, jó ember, alatás előtt csépeltek. Meg vagytok vesze. Én értem, hogy háború van, meg minden. De azért a lábatokkal én nézhetnétek, nem? Na, arról nem is beszélek, figyelj ide. A szomszéd dombot célozták a tarackkal, ahol pont a mi pincénk van. Mondom neki, meg vagy te bolondulva, effendi. Miből dolgoztok ti? Az kiderült valami 1420-as úti könyvből. Úgy kellett nekik segítenem becélozni a... Széjjel fenyegetnek, mint a Jancsi és Juliska, hogy apád azt mondja, hogy ha majd rossz gyerek, az elhordhatnak a erdőbe. Jó. Vannak olyan mesék, mint a varázs ceruza, ami már majdnem vallás. Nem a Kovi-féle megoldásra gondolok, hanem ugye... Volt egy ilyen mese, hogy volt egy kisfiú a kutyájával, és a galibát követett el, vagy bajba keveredett, akkor megjelent egy törpe, adott neki egy varázs ceruzát, és azzal, amit rajzolt, az életre kelt, vagy megvalósult. Ez irigylésre méltó mese, meg vannak ilyen kis aranyos állatokról szóló mese, mint a vakond, a kis vakond nadrágja, meg a vízipók, ezt mondjuk, ezt annyira nem kedvelem. Amit legjobban gyűlölök, a hupikék, törpikék, az borzasztó, nyomorult kékek, fehér nadrágban, egy nő van köztük. Majdnem csillagok háborúja, abban 2 van a csillagok háborújában, az a legrosszabb. Tehát így, hogy 7 rész, és azt se tudod, melyik az első.
És vannak benne olyan lények, ez a kis R2D2, a kis mosógép, úgy tudnám felborítani, mint a szél. A kis keverőtárcsás, hogy akinek volt hajdú szuperautomat a mosógépe, azt egy fegyvergyárban gyártották valaha, 90 kilóra sikerült, és volt neki 4 kereke, hogy édesapa, hogyha nagyon felszívja magát, ki tudja vinni a konyhába a küszöbön át. Csak jelzem, hogy még a szőnyeg rojtjában is elakad a kis kerék, és ehhez képest a filmben ez a nyomorult kis henger alakú számítógép kerekeken gurul a sivatagba. Anyád! Irreális, ilyen nincs! Ja, és henger alakú számítógép mire jó, ha elborul a hegyen, lejön az aljára, ugye semmire nem való. Akkor itt van Csubakka, Harrison Ford kutyája, aki előlül a sofőrülés mellett. A kutyának hátul a rács mögött van a helye, és belenyúlkál vezetés közben kapcsolgat, és ami a legdurvább, hogy Csubakka, aki a nem tudom hány részben körülbelül ennyit mondott összesen, hogy van neki gége mikrofon a fején, meg fejhallgató, hogy ő kivel kommunikál. Ezt kinek üzeni, hogy borzasztó. Na, a fehér ruhás csávók nagyon idegesítenek. Azért, mert aki volt katona, tudja, hogy adnak ilyen rendfokozatokat, hogy meg lehessen egymást különböztetni. A focistákon is van szám. Ezek a fehér ruhás klónok, rohamosztagosok, teljesen egyformák, nincs számuk, és ilyen fehér páncélban vannak, állítólag páncél, bármelyiket meglövi Harrison Ford, azonnal megdöglik, de az páncél. És csak úgy mondom, hogy a norvég határőr télen fehér ruhában van, oké, de fenn a sötét világűrbe, fehér ruhában harcolni nyomorultak, mindegyforma. Nem lehet velük mit kezdeni háború, hogy hatan kerüljétek meg a izét, az elmegy mind. Ebben a ruhában, mikor állnak a halálcsillagon az ebédlőben, kis tálcájukkal, nézik, hogy mi lesz az ebéd, paradicsomos kelkáposzta főzelék, húsgombóccal, nem tudja megenni. Hát ilyen rés van elől, ugye a sisakon elől, ott beönti a paradicsomos káposzta főzeléket, de rámegy a szép fehér ruhájára, hát Darth Vader kidobja az űrbe. Darth Vader, a főnök, ő még így reszelt almát tudna enni, hogy bereszeli a sisakba. Vele van az erő, mert ugye ő lemegy a konyhára, erőlevest kér. Valamelyik részben volt, hogy 20 méterről így a mutató ujját és a hüvelyk ujját összeszorítva fölemelt egy embert és folytogatta. Hogy ez a mozdulat minek kellett, ugye? Meg most figyelj, ami a legdurvább az egészben, ionvonósugár van, lézerfegyverek vannak, egy messzi-messzi galaxisban, mobilja meg egynek sincs. Ezek. És Darth Vader, aki mondom 20 méterről meg tud ölni, miért kardozik nekem ott fenn a világűrbe? Rokon a D'Artagnannak, vagy mi a francia? Lézerkard, vagyis hát fénykard, így hívják, tulajdonképpen a legjobb fegyver ellene egy golykó mitics zsebtükör. Főnök elérántja, suf-fuf, és meg is döglött, ugye? Fénykard. És nagyon vicces, hogy a filmekben mondjuk vannak ilyen lézerfegyverek ebben, és hogy kilövik a lézer nyalábat, az pont olyan lassan megy, hogy te mozi néző még lássad. Pedig tudjuk, a fény az nem olyan, hogy csattan a foton a falon, meg izé. A filmen, ha valaki fölkapcsolja a villanyt, és van 10 lámpa, az így kapcsolódik fel. Hát ilyenek a filmek. És Darth Vader ugye ezzel a fénykarddal, ami azért idegesítő, mert a fénykard mindent elvág. Kivéve a fényt. Ezek mit szívtak, mikor ezt kitalálták? Lézer a lézerre nem tud átmenni, a harckocsit ketté vágja, és csak elképzelem, hogy Chuck Norris példaképpen felszökne a halálcsillagra, és kirúgná Darth Vader kezéből a fénykardot, ami mindent elvág. Zügy, átvágja a fedélközt, egy szinten lejjebb, de nyúlj hozzá! Ó, basszus! Átvágja az egész űrhajót, bejön a sötét, aztán mindenki elpusztul, mert a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény. Ez biztos. Köszönöm szépen.
akkor a két vérző agysejt a fejemben azt a parancsot adja ennek a testnek, hogy bicskát fogsz ugrani. De főnök. Azt fogsz. Ez nem opcionális, ez parancs. De hát főnök. Ez nem acélos izom már, ez híg gigfos. Akkor is. De főnök, a súlypont emelkedésem nem 70 centi, hanem 3 és vérsüjelés. Bicskát fogsz. Akkor azt. A bicska a csajoknak mondom, de lehet, hogy tésztesre veszitek, mikor a pasi nektek bicskát ugrik, hogy ez nem úgy, hogy innen oda be a vízbe, hanem innen megcélozott, hogy merre jár a nap. Mész fölfelé, elvileg, és amikor a csúcson vagy, ott becsukod így a bicskát, így, zuhansz, és mielőtt becsapódnál, kinyitod, és nem becsapódsz, belecsobbansz, mint a nyomorult műugró, hanem közzé siklasz a vízmolekuláknak, mint egy kártyala. Elvileg. Gyakorlatilag én tudom, hogy nem lesz bántóan nagy íve az ugrásnak. Úgyhogy már kint a parton megpróbálom elérni a bokámat, onnan rugom el magam. Hát, dobott már be valaki 6 személyes ebédlőasztalt a vízbe lapjára? Körülbelül úgy kell elképzelni. Amikor a lángos sütő kijött, hogy mi volt, harcsa volt, rabolt. Ha zajosan vagy hülye, azzal az a baj, hogy mindenkor, hogy látta, ki volt ez. És akkor át kell úszni az egész medencét víz alatt egy levegővel, és köztük kell állni, hogy hát ilyen, milyen emberek vannak. Meg a gatyát visszaszerezni a víz alatt, és hát kemény. És ugye, amikor végre elérem, hurrá, győztünk, megrántom, és nem győztünk. Mert Pötyike néni középső csoportban megtanított minket masnit kötni. És a masnitban van az a két nagy hurok, az egyik biztos megtalálja a lábam ujját. És a rántás erejétől úgy ráhurkolódik, hogy azt csak foggal lehet kibontani. Ugyanazzal az egy penészes levegővel a tüdőmbe, amit a szekrényből hoztam. Úgyhogy egy 7-9 perc, és mikor feljövök, győztünk! Hát kék-zöld feje, persze. Az összes úszómester ott van. Csákja, mentő mellény. Azokat megalázom. Menjél már arra vigyázz, aki nem tud úszni. És akkor megcsapja az orrom a strandi lángos illata. Sportprogram lefújja. Partraszállás. Küzdök vissza oda, honnan beugrottam. Olyan magas a fal, ahonnan én levetettem magam. Lentről nagyon csodálatos, hogy mekkora hős vagyok. De kimászni ott nem lehet. Úgyhogy irány vissza a lépcső, ott se lehet, mert az összes öregasszonyot csattogtatja a fogát, mint a piranyák. Apám azt mondta, már 56-ban ott ültek. Középen kell kimenni, ahol a feszített víztükör csak így átbukik a beton szélén. Oda elsportolok, kilököm a lábam, beakasztom a beton szélébe. Kiúlok! Új, és becsípődik a derekam. Mégiscsak vissza kell hívni az úszómestereket, hogy vegyenek ki. Nagyon kemény. A vízes sportok mellett, ami még nálunk nem terjedt olyan nagyon el a Hortobágyon, a téli sportok. Hát igen, köhögés, hógolyózás, meg disznóölés, ez a három van. De a többi nincs, és hát nagyapáékkal disznót öltünk minden téren, és egyszer a padláson segítve neki látom, hogy a gerendák közé be van dugva egy pár siléc. Hát ez... Szerse nézd, siléc, nem látod? Hát hogy kerül ez ide? 44-be gyött vele egy muszka! Most már tudom, mi a muszka. A ruszki és a moszkva szó összevonásában alakult ki. Azt jelenti orosz. Silécen jött, hát! És anélkül ment tovább, hát! És nem hiányzott neki? Hát, hogy hiányzott volna, mikor ott van elásva a gané alatt? Tudnélik? A felderítőnek volt siléce, ő ment elől, mögötte hömpölgött a harmadik ukrán front. Csak a harmadik ukrán front megállt a kis erdőnél rössenteni, a fürgének meg hiába szólt, hogy figyelj, már... És így egyedül siet be a Hajdúatház településre, és Karab Bálint bácsi seperte a havat. Városi hülyeség. Majd átment nagyapász, hogy te, itt van a muszka. Mert ők ilyen kapkodós típusúak voltak. Nagyapa megkérdezte, hogy sokan, mint az oroszok? Na, csak egy. Nagyapa fogta a ganézóvillát, Bálint bácsi a horolókapát, és a Széchenyi utca sarkán legyőzték az oroszokat. Így lett silécünk. És tudod, a gyerekek szeretnek dicsekedni, meg nem nagyon tudnak titkot tartani.
Petike, holnap el nem mond az iskolába, hogy anya azt mondta Katika nénére, hogy ribanc. Nem szabad, jó? Jó. Már nagy szünetben ott áll az igazgató előtt. Honnan vetted ezt a hülyeséget, hogy Katika néni ribanc? Opu mondta. Gyerekre nem szabad bízni titkot. És a gyerekek ott hősködtek, hogy kinek milyen kocsija van, nekünk meg nem volt. És akkor így bevetettem, hogy há, nekünk meg van silécünk. Úgy rám néztek, olyan csend lett. Senki nem hitte el, csak Bánai Lali osztálytársam, aki nem volt a Tudós Klub rendes tagja. Sirej, csöcsém! Hú, láttam a tévében, van lehet repülni. Lali, ahhoz kell hegy. Van! Lali, tudom, hogy van, csak olyan messze van, hidd el, mire odaérnénk, elmenne a kedved. Nem, nem, papóék tegnap voltak Bökönybe homokért. Az erdőbe felborultak ittasan a szekére, most ott lett egy olyan nagy hegy. Úgyhogy kimentünk siezni. Nem tudtuk, hogy kell használni. Ez egy indokolatlan ige a Hortobágyon a sielés. Kimentünk a rettenetes nagy dombhoz, így néztük, azt, amilyen magas. Vagy 1,80. Érdeklődik Lali, hogy na ki kezdi? Aki kérdi, hülye gyerek. Rögzítettük a lábán a két silécet derékszíjjal. Nem az volt a cél, hogy a sportás meg ne sérüljön. Az volt a cél, hogy ne hagyd a silécet, mit mondok nagyapáiknak, hol van? És Lalit feltoltuk a hegyre, ő már látta a tévébe, hogy kell. Nem történt semmi. Én könyörültem meg rajta, hogy ne tartsuk fel a sportoló tömegeket, elindítottam a sportkarrierjét, zúgott le a borzasztó nagy lejtőn. Csak hát volt a hóba egy vakon túrás. Azt ő nem látta, és nem is látni kell azt, hanem érezni, ahogy zúgsz lefelé, és a jobb lábad megtalálja a vakontúrást, blokkolja azt, a bal lábad halad tovább, felcsapja a jobb lábadat, a siléc végével tarkon rúgod magad, legszívesebben sírnád, az egész osztály téged néz, ugye ilyet még élőben nem láttunk, próbálsz talpon maradni, így feltalálod a sítáncot, és hát letész az útról, be az erdőbe. Jó felé, mert ezen az oldalon ilyen nagy tuskók voltak, neved magadra, csak fából. Ezen az oldalon kis csemetefák, és a közé Lali. Az első kettőt megúszta. De utána már ezeket az újnyi vastag csemetefákat csak így közölni tudta. És mi már gondoltuk, hogy ez nem nekünk való sport, mert ahogy Lali kiabált, eleve 4 oktávot ugrott a hangja, mint Jimmynek. És mi nem próbáltuk ki. De ő meg megszerette. Nem azt, hanem a téli sportokat. 7-es volt, mikor benevezett az úttörő olimpiára szánkózás kategóriában. Ugye egy alföldi gyerek a szánkózásról azt gondolja, hogy szánkó, kismadzag, anya felül, én megfogom, futok, ameddig mondják. És Lali ugye a településünket addig nem hagyta el. Nem volt rá oka. Anyuék ott laknak, ott az iskola, ott a szódás, keresztanyuék. Hova ment volna? És benevezve az úttörő olimpiára, elvitték a Mátrába. Elmondása szerint 2-szer sírt. Mikor életében először hegyet látott, hülyék, azt hittem rám borul a föld. Illetve másodjára, amikor felvitték a tetejére, hogy na, oda kell lecsúszni. És így mindenkit maga elé engedett, hogy menjél, hadd nézzem. Nem halt meg. Menjél, hadd nézzem. Ez se halt meg. Senki nem halt meg, hiszen mindenki fékezett a cél előtt. Ugyanis úgy volt elkészítve a sípálya, hogy a célvonal mögött 15 méterrel derék magasságban egy 2 colos vízvezeték cső futott, kékre festve, nem azért került oda, mert szép, hanem azért, mert egy kőfejtőnek a frontfala húzódott mögötte, és a sportolók ezt tudva inkább fékeztek, hogy ne halljanak meg. Nézi, nézi. 10-nél úgy gondolta, hogy ezt ki nem tudja ezt megcsinálni. Ott kell ülni a szánkon, megy az magától. A 20-nál meg már ott járt, hogy szerintem én ezt meg fogom nyerni. Ez a sok hülye ott fékez. Néha nem a részvétel, hanem a fontos, nem? Na majd én nem fékezek. Képzeld el, hogy Lali utolsó indulóként, mondom, még hegyet se látott, nem, hogy nem csúszott le szánkóval, nekivágott. Nem fékezett, és megnyerte az úttörő olimpiát. Ja, a korlátot is elkapta, ez nagyon fontos.
fogva, mert ahogy ezen az utolsó szakaszon fékezett a sok sportoló, ez az utolsó szakasz eljegesedett. És ezen a részen a mi barátunk közel a hangsebességhez gyorsult fel, és áthaladva a célon, a célfoton csak egy barna csík látszik, fölült, hogy hol a korlát? 13 foga ugrott ki, de csak innen előről, ami látszik. Egy olyan fiúnak, aki ha aludt is, kín volt neki 4. És most is kín van neki 13 a mátrába. És gondold el, hogy ment a himnusz. Lali, az olimpiai bajnok pedig nem tudott ott állni a dobogó legfelső fokán, mert bár vigyázban, de a mentőben szágúdott a Gyöngyösi kórház felé. És ez nekünk nagyon nagy trauma volt, mert nekünk nem mondták ott falun, hogy te belőled lehet valaki. Miért lenne? Hát senki nem mondta, hogy olimpiát lehet nyerni. Hogy nyerne már? Jó, hát az, hogy úttörő, azt már elfelejtettük. Hallott a Lali olimpiai bajnok lett. Ne basszál, de! A felnőttek erről beszélni, jó, kis bánai fattyú, ne! Olimpiát nyert, ez van esze? És annyira büszkék voltunk rá, hogy valaki közülünk lett valaki, sajnos tudván azt is, hogy mennyire nem lehetett ott az értékelésnél, hogy eldöntöttük, ha jön haza vele a mentő. Macskin Sanyi fogja először meghallani a szirénázást, mert ő lakik legközelebb a 4-es úthoz. Ugye azt még akkor nem tudtuk, hogy hazafelé nem szokott szirénázni a mentő. De ha majd ő meghallja, riasztja Kóka Lacit, Erdős Gyuszit, és az Őrsi Riadó Lánc segítségével a Békegalamb Őrs felsorakozik majd a házuk előtt, és mikor kiveszik a mentőből, elénekeljük neki kárpótlásul a himnuszt. De mivel a mentő ugye nem szirénázott, nem is láttuk. Hazavitték, és a család meg nem volt túlságosan boldog és büszke, hiszen Lali arca romokban. Az anyukája teljesen ki volt akadva. Te jószág! Ezt kell csinálni a szüleiddel, ha? Mi? Hogy nézel ki, hülye gyerek? Állatkertben ne menjél a medve a szádba, szarik, azt hiszi, marra. Mondd már meg nekem, Piszke, mondd már meg! Miért nem tudsz te is rendesen inni, mint a többi osztálytársad, ha? Csak a magánykodás, az ide megyek, oda megyek, hősködés! És így vigasztalt a csepp fiát. Egy életen át fogod nézni, hogy milyen hülye voltál, egy életen át. És ebben meg azért volt valami, mert úgy volt, hogy 2 nap múlva lesz a személyigazolvány fénykép készítése. Hülye gyerek. És akkor a nagymamája, Jolika néni, mondta, hogy ne aggódjál, csepp fiam, jövök mindjárt. Fölvette a mamuszt, elrobogott a csiga csinálóba. Nem ezt, hanem a tésztát. Ott van a paplak mellett egy ilyen kis ajtó, ott kell bemenni, ott ülnek a nénik, és csavargatják a csigatésztát, meg hazudoznak. Jaj, 44-be beavatott az a sok ruszki. Nem, Bauke, neked ne te hülye vagy. Megjött Jolika néni, berúgta az ajtót. Ide a fogakkal! Neked már, Joli, be van ilyen názva megint. Ide a fogakkal! Az unokámról van szó! Ha, ez egy varázsszó. Az unokájáról van szó. Ilyenkor már nem gondolkodnak. Szó nélkül odaadják a fogokat, az unokájáról van szó. 15 perc múlva lejött a tiszteletes, hogy mi ez a nagy csend? Az öregasszony hazarobogott a centrumos szatyorral, leszetett a nyári konyhába a viaszos vásznat, kiborította, elegyengedte. Na gyere, csepp fiam, na. Gyere, 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 próbálgassad, hát ha jó az egy. Szegény Lali, gondold el. Ugye neki csak előről hiányoztak a fogai, a néniknek meg már fiókból is. Nagyot harapjál, mint a zsíros kenyérbe. Hát ugye nem állt neki jól együtt sem, mert nem volt kompatibilis a fejével. Azért mi évekig szivattuk, hogy minden nénivel smároltam. Kisfiam, ezt a jó zöld borsó leves illatot nézd már meg még egyszer. Egy se volt jó, és akkor az apukája, Bánai Lali bácsi 1977-ben feltalálta nekünk a Photoshopot. PC még nem volt, de Photoshop igen. Kiment a nyári konyhából a Spice-ba. Régen a hipós flakon az nem ilyen henger alakú, négyzet alapú hasáb volt és szürke, hanem sárga volt és kör alapú. Az öreg fogta metszólóval, kivágott belőle egy ilyen 2 centis ilyen kör, nem tudom mit,
nekiugrott filctollal. Frédi béni fogakat rajzolt rá körbe. Na gyere ide, te mamlasz. Büdös, büdös. Várjál. Csak egy percig legyen a szádba, amíg a fenképész bácsi kattint. Azt úgy fogod kinézni, mint egy ember. És képzeld el, hogy Laliról így készült az első személyigazolvány fénykép, hogy ez a dolog a szájában van, és ha nem tudod a történetét, akkor nem veszed észre, hogy Photoshop, pedig a hipó felirat után van az a halálfej, az látszik. Komolyan látszik. És hogy minden rosszban van valami jó, azóta Lali, ha másnapos, beteg, fáj a feje, csak előveszi a régi személyigazolvány, fellapoz, oh. Sokolom, szevasztok! Üdv mindenkinek! Hadházi László vagyok, közepesen ismert humorista, és többszörös családapa. Van három gyerekem, azt szokták mondani, hogy kisgyerek nagy gond, nagy gyerek nagy gond, ez hülyeség, a gyerek gond. Mármikor kicsi is rohadt nagy gond, mert ugye, amikor kicsi, a gyerek még bénán kommunikál, vagyis csak sírni tud, és a gyerek sírása az a férfi idegrendszerére úgy hat, mint a porszívó hangja. És a lába már magától elmenne a kocsmába, mert a gyerek nem tudja elmondani, hogy mi a baja, csak sír. És az rohadt idegesítő. A feleségem kicsit idegesítőbb, mikor azt mondja, hogy azért sír, mert fáj a kis füle. Honnan tudod, hogy a füle fáj, mikor nem tud beszélni? Mert úgy sír. Volt ilyen, bementem a gyerekhez, mert sírt, és ott ült a legós kosárban, olyan 60 centire a bibi mellett, és dolgát már elvégezte. És még ő sír. Mikor majd apának kell a zuhany alatt a sok kis legós cuccot kitakarítani? Hát most meg már felnőttek, vannak barátaik, a lányoknak legalábbis. Az egyiknek vízilabdázó barátja van, a másiknak rögbijátékos, birkózó barátja van, úgyhogy kicsit hátrébb kerültem az otthoni rangsorban. Hazamenvén az előszobába akkora cipőkkel találkozok. És ugye most így már heten vagyunk, ha én kibontok egy üveg bort, ennyi jut. Pedig ahogy a nagyok mondják, ez az alkoholizmus, ha jól csinálod, működik. Hát ha jut belőle. Borzasztó. És ugye ez a sok gyereksírás, meg ilyen idegileg megviselő dolog bennem azt az elhatározást hozta, hogy ha majd fogatlan vénmajom leszek jövőre, egy éjjel, mikor ők alszanak, fél kettő, három óra között kigurulok a kerekes székemmel a szobámból, ha lesz, oda a radiátorhoz, van egy bádogbögrém, riadó, és megfongatom csak egyszer neki. Nem lett világ vége az idén. Nem is ígérték, ez igaz. Van egy réteg, akinek ez a mániája, hogy világ vége lesz, mind meg fogtok dögleni. Ez kinek jó? Mondom neki, hogy te is meg fog, de ti jobban! Általában megzavarja őket a furcsa számok együttállása, mint hogy 2012. 12. hónap 21, mert 1, 2, 0, 1, 2, világ vége lesz. És az idénre valahogy elmúlt, de azt megfigyeltem, hogy a világ végét többnyire a tél körülre várják, mert akkor olyan rossz. Mert nyáron menjünk a balcsira, most ne legyen ma a világ vége, mert antikáiknál fogunk lakni 4 napig, abban baszna a világ vége, pont akkor jönne, mikor ott vagyunk, nem? Ne legyen. Azt várják mindig, hogy télen legyen világvége, persze sosincs, de az indokaik nagyon szépek. Arra emlékszem, a legutóbbi világvégét arra alapozták, hogy megmondták a maják. A maják? A maják 1000 éve haltak ki, óvatosan jegyzem meg. Nehogy már nekem szilveszteri programot csináljon egy maja, amikor nem él 1000 éve, 5 éve. De igen, mert most kapaszkodj. A maja naptár az 2012. 12. hó 21-ig tart. Hát figyelj, a maja naptár, én láttam egy korong. Ugye a maja nekiugrott naptárat faragni, betelt, akkor világ vége van. 1000 évre előre megcsinálta a kis szorgos maja, akkor érted, megkérdezném, hogy ha volt másik, csak elgurult, akkor most mi a fasz? Akkor is világ vége van.
Hát nincsen, persze, mert elmaradt. Ez a réteg egyébként nem tudom, hogy miből táplálkozik szellemileg. Azt hiszem semmiből, hogy hallanak valamit, és az azonnal megjegyzik, ami hülyeség. Tehát most már biztos, hogy van a fénynél gyorsabb dolog, a fasság. Az fénysebességgel terjed, a sötétség. Azt mindent elhisznek ilyen baromságot, azonnal, ó, így meggyógyult, úgy meggyógyult. Kijárnak a Pilisbe ölelgetni a fát. Mert azt mondta a Dalai Láma, mi van, összejártak. Nem úgy mond, nem nekünk mondta, hanem Mancikának az adminisztrációnak. És ő könyvelő, és egy könyvelő nem hazudik, tehát igaz. Hogy azt mondta a Dalai Láma, hogy a Pilis a földnek a szívcsakrája. Ezt tanultad földrajzból? Nem, mert beteg voltál. Nincs is ilyen! Onnan tudom, hogy a Dalai Lámát megkérdezik, fönn van a neten, erről, magyarok persze, ki más kérdezné meg. Így néz a Dalai Lámát, micsoda. Maga tetszett mondani, én, hát én nem vagyok hülye. Akkor megsértődik, majd megvigasztalja a Dalai Láma, hogy értem én, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az ő népe különleges, de alapvetően minden ember különleges. Erre nem kell fasságokat kitalálni, ezt tudjuk. Jó van akkor! De ők kijárnak a Pilisbe ölelgetni a fát, mert a fa gyógyít. Mert áramlik a energia a fából befele a szervezetembe. De igen, ne viháncoljál, mert a fa energiahordozó, hasadó anyag konkrétan tudom, össze kell hasogatni, meggyújtod, meleg lesz. De így nem, gye! Áramlik be a energia mindenre jó, körömgombára, hajhullásra, kandidára. Oda járnak lekandidálni, hallod a Pilisbe? És ebbe ők hisznek. Nagyon kemény, és voltunk a télen kirándulni a Pilisben. Kirándulni, hogy? Na megmutatom, látom, nem emlékszel a szóra. Nem lőnek rád, nem kell venni semmit, csak így mész. A tájon, és nézed a látvány látványát, hogy de szép. És sétálunk a Pilisben a hóban, egyszer csak jön szembe egy férfi. Nem egy ilyen hűvösvölgyi Robin Hood design, hanem egy ilyen C-undá plusz. Érted, pótaposó, színes kabát, vállán, kapa, oldalán, kutya. Mondom a srácoknak, hogy nagyot köszönjetek a bácsinak, mert itt a Pilisben ugye lehet nincs egyedül. Jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot. Utánunk fordul. Jó napot kívánok. Csodálatos hely, ugye? Gyerekek mögén. Tudjuk, nem tudják! Majd így folytatta, nem vagyok bolond. Hát mondom, azt látom, bazd meg, lejöttél havat kapálni. Te normális vagy. Így folytatta. Én amatőr régész vagyok. Ezt régen úgy hívták, sírrabló. Pont te hiányoztál, egy amatőr régész. És így folytatja, Budát keresem. Erre kisfiam előlép a sorból. Ne tessék keresni, ott megáll a 64-es busz, belisz a hűvösvölgyi. Majd a villamos ablakból látszik. Úgy felszaladt a homlokára a szemöldök, azt mondja, nem azt. Mikor meg nekem szaladt fel, hogy ha nem. Hát hány van? Azt mondja, én az igazit keresem. Mert az egy make. Az igazi Buda elveszett. Jaj, mondom, összekevered a dolgokat. Hát ugye elfoglalta a török, a labanc, a ruszkik is. Ezt régesen úgy mondják, hogy elveszett. Nincs meg! Jaj, mondom, legurult a hegyről, elmosta a Duna. Székesfehérvár sincs meg. Akkor gondoltam, hogy én telefonálok a pályaudvarra, hogy feleslegesen ne álljon már meg a vonat, mert nincs ennyi Székesfehérvár. Azt, hogy erre a fickó. És én azt is tudom, hol van. Szerintem ilyenkor jogos a kérdés, hogy és mi a faszért nem ott keresed akkor, hogyha... Hogy te ezt tudod? Nem lehet őket zavarba hozni, így felelt, mert odaépült az Osan. Ez milyen logika, nem? Hogy keresek másikat, hát nem? Sikerélmény legyen. És igazából mi kirándulni mentünk, nem gondoltam, hogy kincset találok, hogy ilyen hosszú műsor lesz belőle,
De ott álltunk a hóban, és mondtam a gyerekeknek, nyugi, hallgassuk még a bácsit, mert itt még jön az igazság. Olyanokat tudtam meg. Azt mondja, mi nem vagyunk magyarok. Hát, te. Itt senki sem magyar, jaj. Itt mindenki hun. Hun így gondolják, hun úgy gondolják, ugye? De ő felvilágosított, hogy na, akkor meg miért volt odaírva Puskás öcsinek a mezzére, hogy hun. Gali, ne hunok vagyunk. Azért ez markáns, de azt is elmondta, hogy kik hunok még. Hát gyakorlatilag akinek a lobogójában, a nemzeti lobogójában nálunk így hívják, de amúgy zászló, benne van a piros, vagy a fehér, és vagy a zöld, azok hunok. Kemény, nem? Mert ugye itt vannak mindjárt az olaszok, ott vannak a kínaiak, akiket ott tudtam meg, mi hunok tanítottunk meg karatézni. Hogy ez a gyökér, hogy emlékszik rá, hogy ez így van? És ki hun még? Most fog meg a széket. Főnöknek a fia. Nem viccelek. Jézus hun, mert az anyukája Marika néni. Félig pártus, ami majdnem olasz, tehát hun. Azért így a hóba térdig lefagyva én... Ó, csak szívtam magamba a tudást. Taníts, mester, mondjad még. Megtudtam tőle azt is. Ne röhögjél, majd nem tudod, hogy ki vagy. Megtudtam tőle azt is, hogy hol van a hun őshaza. Ezek úgy járnak az erdőbe, öcsém, hogy a térkép itt van a zsebébe, előveszi, a Blik magazinból volt kivágva. Azt mondja, itt nézem Tahiti mellett. Ó, Árpád. Tahiti mellett. És nézem közelebbről, nincs is ott semmi. Csak a víz. Jelzem neki, hogy nincs ott semmi. Azt mondja, persze, hogy nincs, hát elpusztult. Azért jöttünk el onnan, mert a rokonok, az ufók, komolyan mondta ő, mert hogy az ufókat se érti senki a világon, meg a magyarokat se érti senki a világon. Az ufók eljöttek oda az őshunoknak szólni, hogy menjetek innen a szigetről, mert a hold neki fog ütközni a földnek, és elpusztul az őshaza. És akkor eleink lóra kaptak ott a szigeten. Tahitiből belovagolt a Közép-Ázsiába. Hát vízilóban mit tudom én. Győzikénk a csíkoson. És elindultak erre, jöttek egy darabig, aztán volt egy tábla, hogy aki jobban szeretne már sielni, az menjen észak felé, azok lettek a finnek. Mi pedig jöttünk tovább, elfoglaltuk az ős, vagyis hát a mostani hazánkat, a Kárpát-medencét, és azt mondta kapaszkodj, hogy erre van bizonyíték. Hát egyrészt az, hogy itt vagyunk, másrészt az, hogy Afrikától balra. Ezt a GPS-nek ne próbáld meg. Azt mondja, van a következő lehetőség, hogy szálljon ki, menjen gyalog. Afrikától balra a tenger mélyén a mai napig látható egy 3800 km átmérőjű hold alakú mélyedés. Ott csapódott be a hold, onnan pattant oda, ahol most van. De még egy nagyon fontos dolgot figyelmen kívül hagytál, hogy hold alakú. Nem teli holdkor történt a katasztrófa, hanem egy ilyen gödör van ott. Hát nem érdemes elmenni kirándulni. És felvilágosított, hogy szerinte több ilyen katasztrófa már nem fog előfordulni. Hát mondom, szerintem se igen. Ugyanis az egyiptomi rokonaink, mert az egyiptomiak rokonaink, hiszen a Faragó nevű király úgy van eltemetve, mint Attila a hun vezér, kicsivel halála után a földbe. Egyiptomi rokonaink építettek piramist. Nekik ez a másik mániájuk, ezeknek a pilisbe járóknak, hogy a piramist az nem tudja akárki felépíteni, mert hogy. Mert annyi kő van benne, hogyha azt egymásra teszik, felrobban. Hát járni kellett volna fizika órára egyébként, ez a titok, de ők úgy gondolják, hogy azt csak a ufók tudták segítségével felépíteni a egyiptomi rokonok, akik a Faragó nevű királlyal, úgyhogy ahogy ami. És azok azért építették a piramist, hogy a hold még egyszer ne ütközön neki a földnek, mert a piramis az szúr. Az én vagyok a hülye. Jön a hold, azt a kurva, hopp, legy vissza a helyére.
Ilyen egyszerű a világ, látod? Ilyeneket tudtam meg a Pilisben. Fantasztikus, de ez a világ vége, ez mindig itt motoszkál az emberek fejében, és hát az újságírók, de vannak, akik értenek hozzá, meg vannak, akik csinálják. Az volt az újságírás szabálya, amikor én tanultam, hogy a hír szent, a vélemény szabad. Mára dőlt, borult minden. Már ilyenek vannak BB Évi szerint. A maláj gépet hány napig kell még keresni? Ez nem hír, ez semmi. A vélemény igazából olyan, mint a fing, a legjobb bent tartani, mert senki nem kíváncsi rá, de többnyire erre alapoznak. Hát az milyen hír volt, hogy a veszprémi állatkertből elszökött a lajhár. A lajhár, aki ha siet, kapkod, dolga van, űzik 2 méter per óra a sebessége. Megszökött a veszprémi állatkertből, és 25 méterre fogták el. Ez volt a hír, és ha ilyen baromság megjelenik az újságban, azt tettem észre, hogy egy héten belül 3 hasonló hülyeség történik, vagy valaki leírja. Ezután, hogy volt a lajháros sztori, a nagy szökés. A lajhát azért mit összeüldözhettek 12 óráig? Hogy ki, valaki ott takarított, akkor szökött ki. Hát valami nagyon belassult csávó. Résnyire nyitva hagyta az ajtót. Az állat észlelte a lehetőséget. Nem volt itt az előbb valami barna. Azon a héten 3 ilyen hír jött még. Az egyik az volt, hogy egy gazdag magyar vállalkozó gonosz módon a Bakonyban szabadon engedte a mosómedvéit. És írták a zöldek, meg tüntettek, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, komoly, komoly többmilliós kár. Hát mondom, mi összemossa a pirosat a zöldet? Utána valakitől megszökött a kengurúja, ami megint hajmeresztő, minek tart az ember kengurut. Meg miért szökik meg egy kenguru, hogy ennyire okos, hogy hallja, hogy fenik a kés, hallotta, hogy járt a malat, csémén megyek. De fehér kengurut még nem is láttam, és ha én mondjuk fehér kenguru volnék, én nagy valószínűséggel nem nyáron szöknék meg, hanem télen a hóba. De ez megszökött, és a harmadik csodálatos hír az volt ezen a héten, a lajhár után, hogy Stuttgartban, na ennek járjál utána, Stuttgartban a vatkan meg a róka, ezek ott találkoznak most komolyan. A Dökkúton. Hát vagy a Tesco-ban. Jó, sokszor a rókakóban. Mire készülsz? Rókázás a gyökére. A vatkan meg a róka elment az állatkertbe kiszabadítani a pónit. Na, ez hír. Ez hülyeség. És ehhez képest az, hogy mit kell tenni világvége esetén. Világvége. A szót azért, ha boncolgatjuk, a világvége. Kakuk. Itt semmi nem marad, nem hogy lesz parkol a Tesco előtt, semmi nem lesz. Világvége, mit kell tenni világvége esetén? Hát vigyázz, Báni, nem, hogy az egyenes hulla szállítása könnyebb, ez is hülyeség, semmi nem marad. Nem jönnek, érted, megy minden a levesbe, de ő leírta, hogy világvége esetén le kell menni a pincébe. Ez nálunk fordítva szokott történni. Apa lemegy a pincébe, és aznap világvége van. De az rád nem vonatkozik, és visszafelé sem működik, nem is azért kell lemenni, ezt írta, én meg pénzért megvettem. Megérdemlem, igazad van. Világvége esetén le kell menni a pincébe, de a pincét fel kell készíteni a túlélésre. Tehát lehet, hogy a világ elpusztul, de az én pincém megmarad, úgyhogy vigyek le konzervet. Vettem ilyen babkonzervet, össze van zsugorfóliázva 12, az 5 tányéra van. Le kell vinni a pincébe vizet. Na most ez egy nagyon nagy baromság nálunk, minden tavasszal magától feljön, úgyhogy nem viszek le vizet. De azért kell a víz, mert hogy ilyen porokat kell levinni, levesport, amelyhez hozzáöntöd a vizet, és olyan finomat kapsz, mint a konzerv. Hát így nehezen látom, hogy én vizet viszek le a pincébe. Elpusztul a világ, én meg majd mosdani akarok. Nem meginni, ne, hát azt... Nagyapám azt mondta, víz örüljön, ha meg mosdok benne, kisfiam. Meginni a vizet, meg meglátja a szomszéd, hogy próbából leviszek 2 decit. Rám néz, te gyökér, vizezed a bor. Mert a bor ott van, majd én azt öntök a levesporhoz, jobb lesz, mint ahogy gondolnák. És elképzeltem a világ végét, hogy
Mondjuk lehetne ilyen részleges világvége is, persze, hogy csak a szocik, de azt ők megcsinálják maguknak. Vagy mondjuk képzelj el egy olyat, hogy csak a nők. Nem kívánom, csak úgy elképzeltem, hogy csak a nők. De durván, tehát, hogy így... És mész a múzeumban, Szinnyei, Merse Pál, a lila ruha. Ha a nőknek menni kell, ha a nőknek világvége lenne, én azt kívánom, hogy az éjjel történjen, amikor én alszok. Én azt idegileg nem bírnám, hogy menjél már, fiam, nem tudom hol a táskád, menj, nézd a többiek már, hol járnak. Én ezt nem tudnám feldolgozni. Éjjel legyen, amikor alszok. Reggel felébredek. Mi ez a nagy cseh? Eltűntek a nők. Na most, ha elképzeled, hogy eltűnnek a nők, akkor be kell látni, hogy itt egy hét múlva nagyon megváltozna a világ. Egy hét múlva mi férfiak mosdatlanul, tehát büdösen, borotválatlanul, vagyis szőrösen, ittasan, tehát hülyén, rég visszaköltöznénk a barlangba. Hát ha a csajok cipősdobozba hajlandók lettek volna dugni, házat soha nem építünk. Vissza a barlangba, és ott katonatörténeteket mesélnénk egymást. Köszönöm, hogy a világban. Egy hét múlva, egy hónap múlva piszkosul hiányoznának a nők. Nagyon borzasztóan hiányoznának a nők. Gyűlik a mosatlan, gyűlik a mosatlan. Megkezdődnek az állatkísérletek. Én egyből a mosómedvére mennék. Egy év múlva szerintem az emberiség a csajok nélkül kipusztulna. Igazából mi férfiak kiírtanánk egymást a nagy csatában az egyetlen megmaradt tisztagatyáért. Semmi nem maradna. Na de csak egy ilyen nagy világ végében gondolkodva, hogy ti mentek a levesbe, én meg a pincébe megúszom, hasítom a semmit a kis pincémmel, mint a filmekben én észrevettem, hogy a világűrben borzasztó nagy zaj van. Az Armagedonba jött a kisbolygó, az így zugott, mert gondolom dízel volt. Bruti Kartás egyszer elcsalt moziba, nem azért, mert járni akart velem, hanem hallott a rádióban, hogy milyen csodálatos film lesz, még rádió reklámja is van. Hát ezt nem úgy kell értem, hogy ez egy csodálatos film, de elmentünk, megnéztük a Csatahajó című alkotást. Hú, arról szól, hogy itt a Földön ez a 7 milliárd ember magányos. Hát rádió jelet lő ki a világ űrbe, hogy itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk. A filmben a rádió jel így zúgott a világ űrbe. Az UFO meg otthon basztotta a UPC, és itt vannak! És három ilyen retkes, rozsdás, öntött vas szart elindítottak ide, hogy meghódítsák a Földet, az egyik telibe vert egy ilyen kommunikációs műholdat, rásvett Hongkongra, jó, hogy nem Érdre, a másik meg beleszett a tengerbe, éppen ott gyakorlatozott az amerikai, illetve a japán hadiflotta, na elkezdték lőni az UFO-t olyan 1 óra 40 percig a moziban, azt nagyjából végigaludtam, mert nem volt túl izgalmas, csak hangos, és akkor felkelt a nap, szembesütötte az UFO-t, puf, meglőtték, megdöglött. De volt benne olyan, hogy a kapitány lement a hajón, a pincébe, amit nem biztos, hogy így hívnak a hajón, fölkapcsolta a villanyt, ami a valóságban ennyi. A filmen, ha villanyt kapcsol valaki, az drámai lassan történik. Tehát nem így, hogy egyszerre fölkapcsolódik, mint hanem így... Filmen az áram olyan másfél méter per szekundummal halad. Ezért nem szabad gyereket vinni 16 éven aluli filmre, mert minden drámai pillanat a filmen ötször durvább, mint az életben. Tehát ha itt a Family Frostba belerohan egy zöldségesnek a barkasza, pukkan egy nagyot, hátra nézze, hülyék, és tovább néz. A filmen ez 15 percig tart, a foga repül, a vér, az jobban megvisel a gyereket, tényleg vigyázni kell. Kapcsolgatja az áramot föl, és pukkan a lámpa a filmen, majd nézd meg, hogy dübben. Csattan a foton a falon. Igen. Ilyen alapon az én kis pincém is hasíthatja semmit, nem? Én ott ülök benne, eszem a babot, iszom a bort,
Hát azért vagy 4-5 nap múlva a világnézetem megváltozik, tehát túléltem, na de minek. Mert ugye elfogy a bab, internet nincs, az ajtót rám nem nyitja senki, újság nincs, és hát ahol bevétel van, ott igen, kiadás is van. Jó, nálatok van lembudi a pincébe? Úgy rögzik, mintha... Gondold már el, hogy 5 napig babot eszel. Ne érd bele magad, csak gondold el, hogy egy milyen dráma. És ez az űrhajózási hivatalma, hogy mondjam, ez űrhajózási szempontból is egy komoly kérdés. Ugye Farkas Bertalan az összes magyar űrhajós, amikor őt... Betsi. Amikor őt egy Kubaszov nevű orosz asztronautával fellőtték, én itt lent láttam, hogy de csodálatos dolog, űrhajó, és kurva kicsi. És két férfi 4 napig kering az űrben, egy ilyen kis kapszulában, és eszik ezeket az űrhajós kajákat, ezeket a tubusos dolgokat, majonéz, piros arany, mustár. Csak megcsavarja a parasztot, nem? És akkor mit mondasz, hogy fordulj már el, Kubaszov? Nagyon kellemetlen is. Mert ugye az van, hogy a vonaton lehúzod az ablakot, kilököd a cerkád, de az űrhajóban ilyen nincs, hogy lerántod az ablakot, kihajítod. Mert ugye mínusz 273 fok van odakint, abban a pillanatban megfagy. Jó tartást ad neki, igen. De letöri a menetszél. Nézed a visszapillantóba, hogy ó, tolassunk már vissza az üstökösét. Ráadásul én azt is észrevettem, hogy az összes magyar űrhajósnak a szkafanderén nincsen slitz. Ez komoly probléma. A szuperhősök is ezzel a gonddal küzdenek, figyelem őket egy ideje, hogy egyrészt van ez a kis cukor, kis testhez álló gatyesz, némelyiknek hát a bugykos kívül van, és nincsen rajta slitz. Most képzeld, hogy Pók úr megy a falon, a 80. emeletnél egyszer csak óp, nyéresőr, hogy rohadt volna meg. És ott mit csinálsz? Kívül vagy ráadásul, és ott lóg az ablakpárkányon. Majd jön egy kósza gondolat, na, hagyjál meg. Te meg nézed, hogy a néni locsolja fent a virágot. Na oké, de fent az űrben ezt teljesen feleslegesen csinálod, ott nem hat rád a föld gravitációja, a cucc a szkafanderen belül feljön ide az uborkás üvegbe, bele se tudsz nyúlni, hogy legalább a szemedben menjen be. Súlykálni. Ezért nem akartam én űrhajós lenni, mert éreztem, hogy ez gáz, de aztán Farkas Bertalan az összes magyar űrhajós elmondta, hogy van fent WC. Nem úgy, hogy meg kellene a göncre szekérni, hátra menni ott van. Hanem az űrhajóban képzeld el, hogy van WC, ráadásul olyan, mint a vonaton, nem olyan koszos. Úgy működik, hogy ráülsz, karim alá bezavarod a barna macit, a húzat kirántja alólad, suf, kilövi mögéd az űrbe, és azért nem bámészkodnak az űrhajósok az ablakon. Mert bár ahogy kimegy, egyből jeges macivá válik, de megy az űrhajó mögött. Egy ilyen csóva, hát ki meddig van fel. Az nagyon furcsa érzés lehet, hogy voltál ma? Te hagytad úgy a budi deszkát? Nem. Te voltál. Látom, egyen több maci van mögöttünk. És aki macimán úgy nagyobb macinak érzi magát, az leválik a többiektől, új életet kezd, visszatér a föld légterébe. Te meg ott állsz a csajodban. Kívántál valamit? Ne mondd el! Ne mondd el, nem kell eszni. Szarügy! És amikor az űrhajó visszatér, a maci csorda kimarad föld körüli pályán 16 000 km/h sebességgel. Szerinted az UFO-k ide fognak jönni? Belenéz a kukkerbe az UFO, ó, pöcegödő, húzzunk innen, pipi! Eleve, ha a NASA fel akar lőni egy űrhajót, berendelik az összes tudós számolni, hogy
Hú, Gagarinnak mikor volt ez a ronda hasmenése? Fellövik az űrhajót, telibe veri egy ilyen cucc. Vége van. Mondjuk márciusban fellőnek majd egy seprűs kocsit, aztán csinál egy ösvényt legalább, hogy hol ez a világvége, ez egy komoly kérdés. Illetve adja magát, hogy mégis kivállalna egy ilyen túlélést. Hogy én akkor itt maradok. Hajdúszoboszban mindenki jelentkezett. Senki? Senki nem vállalja, hogy túlélné. Nem áll. További